Rodix Redstone. Na akkor üdvözlök mindenkit, én Rodix Redstone vagyok, és itt is volnék a következő videóban. Amelyben most itt volnánk, a zokni van a kezemen, Bedwars kihívással, és itt leszem a mai videóban, Ati! Sziasztok! Illetve aki nem tud fejolni, Aronkis. Hello darkness, my old friend. Sziasztok! De tudok flyolni! I believe I can fly. Na akkor itt is volnánk az első arénában, és mint látható a handcam a bal felső sarokban a facecam helyett most az fog működni, és én meg felálltam egy blokkra, ami nincs is ott. Szóval az lesz a lényeg, hogy ebben a handcamben már látható is, hogy a kezembe ráhúztam a csodálatos fejjel oknikat, úgyhogy ezzel kell majd játszani Bedwarson. Hát meglátjuk, hogy fog sikerülni, elég érdekes kihívás szerintem, úgyhogy ti is kipróbálhatjátok az egyhetes büdös oknitokkal. Na, és akkor kézi átlagolt, mindegy, akkor kezdjünk is beépíteni. Azért ti is mondjatok valami. Cső csumi csá. Csá csumi cső. Na emberek, közben már lassacskán be is érünk, ez utána gyönyörű szép mondat után, amit itt elmondtatok. És az lenne a lényeg, amit szerettem volna mindenképpen elcsmondani nektek, nézőknek, terroristáknak, hogy a 10K-subos köszönő videót, meg ilyen beszélgetős kis videómat elég sokan megnéztétek, lájkoltatok, gratuláltatok. Köztük külön köszönetet mondanék például DreamDevilnek, illetve HuberX-nek is, és tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy felnéztek a csatornámra. Hát mondjuk HuberX-et már többször is láttam, így szóval neki még annál is nagyobb köszönet. És akkor közben megyünk is rá a csapatra, ami nem más, mint ez a gyönyörű szép kék csapat, ahogy látom. Abban vannak négyen, úgyhogy ha ezeket kiütjük, onnantól már easy peasy lesz a játék. Mert éppen tervezem őket kiütni. Még lelököm. Júj! Nem mersz meg oda. De ne! Jó volt. De ne! És ő is meghal. Jó van, gyerekek, tapasztalat, az oknival azért nem olyan könnyű játszani a kezünkön, meg ugyebár nehézkes, az a nehézkes benne, hogy például itt, ahogy itt mutatom, a fehér zoknival, például a tabot megnyomni rajta, kettok az mondjuk még egészen közel van, tehát azt nem is kellene használni. Aztán ott van a shift, de hát az a shift is elég távol van, a control a kis ujjammal, azt a kis ujjammal úgy ki kell feszíteni, hogy el tudjam érni, hogy ez már eléggé kellemetlen lesz a végén, tehát nem nagyon könnyű játszani. Na meg itt a görgőt is nehéz görgetni ezzel az ujjal, mikor rajta van egy zokni, tehát tényleg azért nagyban nehezíti a játékot, én úgy gondolom, de hát hogyha esetleg kipróbáljátok, akkor ezt is fogjátok tapasztalni. Közben jön ránk a kék. Amúgy Rolex, így visszatérve ez a 10K-s videóhoz, ezt az 500-as tényleg széttépted vagy? Ja, ezt sokan kérdezitek, hogy széttéptem, mert tényleg azt az 500-ast, és azt hogy képzeltem, meg hogy RIP 500-as, még ilyeneket írtatok kommentben, és annak van egy története annak az 500-asnak, mivel én mentem a boltba, és gondoltam, hogy azzal akkor veszek kenyeret, már kenyérért mentem eleve, és akkor mire odaértem, adom neki az 500-ast, hogy akkor ezt adom a kenyérért, és akkor mondja, hogy hát ezt azért nem fogadjuk el, és akkor így mutatta, hogy csak egy fél 500-as adtam oda neki, egyébként itt van, ezt a felét így odaadtam neki, azt akkor mutatja, hogy ez így nem jó, és akkor de figyelj, mondta, hogy a másik fele esetleg nincs meg, aztán mutattam, ha megvan az is, mondta, hogy nem fogadja el, aztán utána, hát éhen maradtam arra a napra, szóval eléggé kellemetlen volt, szegény Rolex szocskának. 250 forint. Igen, ja, persze, 250 forint mindkét darabja. Jön ránk egyébként fönn, de leszedem. Easy peasy. Easy peasy, rip is crazy. Itt a remek alkalom, pöröghet az ágyamon. Oh!
Lol. Hát pörgök az ágyadon, Ati, bár inkább ott nem szeretnék, mert az a tiéd, és én a te magán szférádban inkább nem mennék bele, mondjuk, az tény és való. Lol, gyerekek, megnyertük közel az arénát, úgyhogy szerintem ez egy egészen gyors aréna volt, nézzétek rá a számlálóra. Ott látható, hogy 5 perc, 9 másodperc alatt nyertük meg ezt az arénát, szóval tényleg egészen gyorsan ment. Na szerintem mehetünk is a következőben. Na akkor itt is volnánk a második meccsben, a fehér zoknis kihívással. Egyébként azért fehér zokni, mert hogy ha feketével lettem volna föl, ha feketével vettem volna föl, akkor beleolvadt volna a billentyűzetem színébe, illetve az egérpadom színébe, szóval ezért alkalmaztam fehér zoknit. Egyébként legelőször pinkre gondoltam, de aztán nem vettem külön erre festéket, hogy lefessem esetleg ezt a fehéret vele, meg eleve nem volt rózsaszín zokni, tehát ez nem volt megvalósítható sajnos, pedig azzal milyen jól nézett volna már ki ez a videó. Igazi szexi színe lett volna ennek a videónak. Oh my god. Mehetett volna az a zene, hogy oh, you touch my tra-la-la, my ding-ding-dong. Ez igaz. De hát tényleg, majd esetleg a második részében ennek a kihívásnak addigra befestem valami falfestékkel ezt az oknit, és akkor tudom használni. Ilyen vízfestékkel. Beszél gyorsan. De hát persze, ezt külön technika órán, hallod, bevezettem. A tanterbe bele kérem, hogy tegyék bele az okni festést. Sárgáknak nincs fedése, a sárgáknak nincs fedése, nincsen fedése, oh my god, Jesus. Hallod, mint tímel. Na Ati, most figyelj, megtanítalak téged zoknival blokkvácsolni, figyeld. Ah! Így kell lesz. Ej, várjál, ilyen hangot kell kiadni hozzá, várjál. Ah! És leesett! Lol. Ezt figyeljétek. B! Emberek! Oh! Két szív! Oh! Na, az a nagy helyzet, hogy a csodálatos blokklács hanggal lementünk nagyba, vakonba, és az a gond, hogy a Réka gyerek befigyel, de két öt, és becsórja előlem a kéket, érted? Ezt nem hiszem el, pedig már itt voltam az ágyuk alatt. Ez kész rablás. A pirosak meg kiírják a nevedet. Hallod, duplán. Egyszer lent, egyszer fent. Egyszer fent, egyszer lent, mint a lift, ez így megy. Mindig más a szitu, bejárunk minden szinte. Oh my god. Ezek aztán nem aprózzák-e? Ezek számnak rá időt. F-szabi jött ránk amúgy. Az elvileg tímes, de lehetőleg ne üssön ki. Hát akkor meg itt van most, nem tudom, hogy ő jött-e vagy nem. De várjál. Igen. Semmi. Jobb volna ajánlanom neked a szokásos felépítést, mert én már futok rájuk. Látom. Ez ilyen Ridgewich módszer. Júj, most Rorix nagyon kiüti őket. Oh my god! Wow! Ne! Jön ránk! F-Szabi! Ne gyere ránk! Hello darkness my old friend. De hallod? Épít a Bubble PvP is, meg a Lizzie is rólik szerepet, akkor most melyiket öljük meg? Én is azt csinálok. Egyiket sem még szerintem majd. Erre elkezd Aramkiszt is építeni Rolix feliratot. Lod? Jó Isten. Na hallod, kilépett az enyém. Úgyhogy meg is nyertük az arénát kékial. Hát figyeljetek, itt találhatunk egy darab Rolix szöveget, amit le is fotóznék. Hát az I betű aztán lemaradt, az egy dolog, de attól függetlenül a szándék az megvolt. Ott pedig van egy dupla Rolix, vagyis lett volna. Szóval azt is lefotózom. Ezeket köszönöm szépen ilyen esetekben. És azt egyébként így a videó végén el szeretném mondani, hogy aki szeretne nekem videóötleteket adni, az mindenképpen látogasson el a leírásba. Mivel ott találtak egy linket, ami hasonló kérdőív, mint a 10.000 subosnál volt, és ott nyugodtan írhatott nekem játékos névvel együtt videóötletet, hogy tudjam utána, hogy ugye bárki adta nekem az ötleteket,
És minél többet írtok, annál jobb igazából, és nem pont arra gondolok, hogy Bedwars, Skywars, meg ilyeneket írhatod nekem oda, hanem valami különleges minigémek, meg különleges videók, akár vlogok, amiket éppen szeretnétek tőlem kapni, így YouTube-on. Szóval akinek bármilyen vicces ötlete van, az mindenképpen írja le ott nekem. Szóval tényleg az a lényeg, hogy minél több, minél viccesebb, minél érdekesebb, és meg lehessen valósítani azért. Tehát ne kérjétek azt, hogy megmászom a Monteverest-et, mert az nem lenne túl könnyű. És akkor szerintem ennyi is ott volna már ez a videó. Én meg szeretném nektek köszönni a figyelmet, ha szeretnétek, ti is megcsinálhatjátok ezt a kihívást. És akkor, hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel. Úgyhogy, sziasztok! Sziasztok!